Sziasztok! A mai videó egy kedvences videó lesz, ugyanis szeretném megmutatni, hogy mostanában milyen sminket készítek magamnak, és ezt milyen termékekkel. Sminkelni nem fogok közben, mert annyi eszem nem volt, hogy ezt a videót vegyem fel először, és most nem fogom azért lemosni a sminkem, hogy aztán visszakenjem. Bocsi. De úgy gondolom, hogy így is egy élvezhető és tényleg egy kedvences videó lesz, ugyanis hát ugye nincsen túl sok időm mostanában sminkelgetni, főleg hétköznap, hogyha egyedül vagyok a Lizával, mert hogy ő nappal még mindig rajtam alszik, ami így, hogy lassan 6 hónapos lesz, így elég gáz, de egyszerűen, ha megpróbálom letenni, akkor föl kell. Úgyhogy nappal ő még mindig rajtam alszik, és én addig malmozok. Szerencsére nem alszik túl sokat nappal. Igen, szóval játszani pedig mondjuk egy 10 percig eljátszik egyedül, de én se szívesen hagynám ott sokáig, főleg úgy, hogy sminkelek, szóval értitek. Úgyhogy általában az van, hogy összeszedem ezt a 2, 4, 6, 8 darab terméket, meg egy kis tükröt, beülök a szobájába, és akkor amíg ő játszik, addig én gyorsan összerakom magam, és akkor, hogyha el kell menni postára, vagy este megyünk vásárolni, akkor egy ilyen ennyi minimál smink azért van rajtam, tehát valami van a szememen, valami van a számon, meg valami kis szín, meg fény van az arcomon is, és így ennyi. És most felejtettem el, hogy, vagy most jut eszembe, hogy valamit kihagytam. Megvan. Szóval 9 dologról van szó. És hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy mikkel sminkelek én mostanában a kis anyukás hétköznapjaimon, akkor tartsatok velem. Alapozót én nagyon régóta nem használok, mert nem tudom, mert nem szeretem magát az érzését sem, a látványát sem, olyan túl tiszta, túl sima, nem tudom, nem tetszik, tehát sokkal jobban szeretem és értékelem mostanában azt, hogyha inkább látszódik néhány bőrhiba, de nem úgy nézek ki, mint egy igaz baba. Úgyhogy nem nagyon használok alapozót, helyette 2 korrektort szoktam használni. Hogyha valamilyen bőrhibám van, például most meg kell jönnie holnap, de várom, és ezért most az állam az katasztrófa, hogy nézett ki nélküle. Szóval, hogyha ilyen sűrűbb bőrhiba eltüntető, vagy legalábbis holványító korrektort szeretnék, akkor a Pure márkától használom ezt a terméket, ami egyébként nem vagyok benne biztos, hogy ez nem egy személy alap. Annyi biztos, hogy a light árnyalat az enyém, meg az is biztos, hogy ő egy Look Fantastic dobozban volt valamikor, és iszonyú jó. Tök jól, nem tudom, most láttok-e az államon valamit, azért valamennyit a kamera is tompít rajta, de szinte semmi, és tök keveset használtam belőle, tényleg hihetetlen jól eltüntet mindent, és tartós is, kicsit zsíros, úgyhogy érzem igazából, hogy ott van, tehát érzem, hogy ott van a bőrömön, így a kezemmel, amúgy abszolút nem. Szóval én ezt nagyon-nagyon szeretem, szerintem a szín is tökéletes, és egy tök jó termék, és fogalmam nincs, hogy én ezt honnan fogom beszerezni, hogyha egyszer elfogy, de szeretném, úgyhogy majd valahogy megpróbálom megtalálni. A másik pedig nem mindig használom, sőt többször nem, mint igen, de hogyha nagyon piros itt a szemem alatt, vagy az arcámon a bőr, akkor a szokásos Maybelline Instant Anti-Age Effect Derlőser Óge Cover Makeup korrektort használom. Ugye ez ilyen kis szivacsos végű, és nem beszélek róla, mert annyit beszéltem már róla, hogy fizetnie kéne nekem a Maybelline-nek. Ja. Következő termék egy szemöldök ceruza. Galex Cosmetics. Ha jól tudom, akkor ő, vagy Lady M, nem tudom mi. Szóval, ha jól tudom, akkor ő egy ilyen eurósboltos márka, és én ezt tőletek valakitől kaptam, mert hogy egyszer nyafogtam, hogy nincsen vörös színű hajhoz társítható szemöldök termék, és ami olyan, például Anastasia Beverly Hills, az sem elég vörös nekem, tehát én jobban szeretem, hogyha vörösebb, és hogyha tényleg olyan színe van a szemöldökömnek, mint a hajamnak,
És erre valamelyik kötök rám írt, hogy neki van egy olyan termék, ami azt hiszem, hogy ilyen 100-as vagy eurós boltos, és ceruza, és tök jó vörös hajhoz, részvörös hajhoz, és ő egyet ilyet elküldött nekem, őt. És ez azt hiszem, hogy elég hideg időben volt, és ez kicsit összefagyott. És én akkor írtam is neki, hogy hát ez olyan kemény, hogy kihullik az összes szemöldök szálam, mire behúznám a hiányzókat, mert annyira kemény. Most viszont egy kicsit elkezdett olvadni, kb. Egy évvel később, és most már tök jó állaga van. Még most is egyébként kemény, lehet, hogy kapni fog egy ilyen nagyon szolid mikrózást, vagy kiteszem a napra egy fél órára, vagy valami. Viszont a szín az gyönyörű, most is ezzel van megcsinálva nyilván, mert hogy mindent viselek most, amit mutogatni fogok, szóval most is ezzel van megcsinálva a szemöldököm, és tök jó tartós, tök jó dolgozni vele, és egyébként meglepően jó az a kis vacak kefe is. Pont annyira sprőt, kemény, vastag és abszolút nem mozgók a szálai, hogy tényleg elfésüli a szálakat a helyükre, úgyhogy, vagy hát ahova szeretném, úgyhogy én ezt nagyon megszerettem, és hát fogalmam nincs erről sem, hogy honnan fogom én ezt beszerezni, de szeretném még beszerezni, hogyha elfogy. A szememre 4 dolgot szoktam mostanában használni, fordított sorrendben megyek, most éppen, szóval a szempilla spirálomhoz visszatértem a kedvencemhez, az egyik kedvencemhez, ugye én ezt és a Lash Princess-t, a Sense Lash Princess-t szeretem nagyon, és hát az utóbbi időben próbálgattam, és hú, nem is tudom hányat dobtam ki az elfogyottas szemre való termékes videóban, meg tudjátok nézni, legalább 6-ot, és utáltam az összeset, és borzasztóak voltak, és potyogtak, és kenődtek, és hullottak, és a L'Oreal hullajtotta azokat a hülye szálakat, és fú, utáltam tényleg az összeset, amit mostanában kipróbáltam, úgyhogy visszatértem a jó öreg Maybelline The Colossal Volume Express nem vízálló változatú szempillaspirálhoz, ami szép pillákat csinál, nem kenődik, nem potyog, nem pereg le, nincs a szemem alatt nap végére az egész, hogyha bőgök, akkor sem, hogyha könnyesen röhögöm magam a gyereken, akkor sem, hogyha megázok, akkor sem, hogyha izzadok, akkor sem, befejeztem, szóval tök tartós, viszont nagyon könnyen le lehet mosni. Én nagyon szeretem a keféjét is, ennek egy ilyen hagyományos és viszonylag duci keféje van, én ezt nagyon-nagyon csípem, szóval szerintem ez a tökéletes szempilla spirál és az Essence Lash Princess kötekednek egymással. Fordítsuk vissza a sorrendet, szóval mutatom azt, ami az alapja mindig a szemsminkemnek. Ő pedig egy Avon Super Shock Vivid Liquid Eyeshadow, méghozzá a Pink Party színben. Ő így néz ki, és őszintén szóval fogalmam nincs, hogy ezt még lehet-e kapni. Az utóbbi 2 vagy 3 újságban biztos, hogy nem volt, mert nagyon kerestem, hogy ebből van-e más szín is. Nekem ebből még van egy ilyen türkiszöldes, elég brutális árnyalat, azt így a hétköznapokra nem nagyon szoktam használni. Egy ilyen kis szőrös applikátora van neki, és szintén megmutatom a kezemen is, bár a szememen láthatjátok. Szóval egy nagyon-nagyon szép duokróm szín, hogyha nem esik rá fény, akkor egy sötét májvás rózsaszín, hogyha fény esik rá, akkor pedig egy elképesztően erős ezüstös fénye van, szerintem csodaszép. Néha highlighternek is használom, úgyhogy egy nagyon kevés mennyiséget így fölütögetek. Viszont általában én ezt úgy szoktam használni, hogy ezt felkelem a mozgó szemhéjra, és aztán jön a Rival de Loupe-nak, szerintem Young, a 01-es Moon Dust árnyalatú csodaszép highlightere, és egyrészt az ujjaimmal a szememen is fixálom, és ott maradt, tehát ez ebben az állapotában ott lesz még este 10-kor is, most ilyen 11 óra körül járunk, illetve ezt szoktam ilyenkor highlighternek is használni, és akkor van némi harmónia is az arcomon. Én ezt a páros nagyon megszerettem, tényleg villámgyors, és szerintem egy tök látványos eredményt lehet vele elérni. Kifejezetten akkor, hogyha az Essence I Want Candy csupa-csupszos kiadású és egyébként nyalóka illatú kis
négyes személy púder kombójából ezt a nagyon sötét, át lila és szürke között félúton lévő árnyalatot használván, csak kijövök ebből a mondatból, húzok egy kvázi tusvonalat. Hogyha használok tust, akkor a szokásos kis eszánsz kékupakos tust szoktam használni, de általában mostanában ezt szoktam használni. Van, hogy húzok cicafarkat, van, hogy nem, most épp húztam. Van, hogy vastagabban húzom, van, hogy nem. Hogyha sok időm van és nagyon nyugodt a gyerek, akkor van, hogy így a kívülre egy kicsit ütögetek belőle, és akkor egy ilyen füstösebb hatást érek el. Szóval ezt szoktam még használni, és akkor ezután jön a spirál, és ez a végeredmény, amit most is láttok rajtam. Bocs, hogy nagyon hátrafele nézek, csak szerintem már dumálok 10 perccel lassan, és le fog állni a kamera. Igen, és akkor már csak a száj maradt hátra, amire vagy az Avon Mark ilyen filces ajak termékei közül használok egy árnyalatot, ami most itt tavasszal többnyire a Frézia árnyalat, ami egy ilyen kicsit hibajavító szín, de az ajkaimon tök jó ilyen élénk pink színe lesz. Vagy pedig az Essence Kiss the Frog ilyen színváltós rúzsát használom, amit most is láttok egyébként az ajkaimon. Ez ugye zöld a lapállapotában, viszont hát láthatjátok a számon is, hogy egy ilyen tök szép rózsaszín színe lesz, illetve itt is már kezd színváltani kicsit a kezemen, és ugye ez tök fényes, viszont baromi tartós is, tehát hogyha lejön róla a fényes réteg, akkor estig fagyizás, csülök, és mindenféle kaják után is fönnmarad. És ennyi, ezek az én aktuális kedvenc sminktermékeim, és ezek azok, amiket mindig használok. Közben elment a nap, remélem, hogy nem lett nagyon sötét a kép, így a tükörben nem látom egyébként nagyon sötétnek. Szóval ezeket használom mostanában ilyen gyors anyukasmink elkészítéséhez, és általában így néz ki a végeredmény, és igen, remélem, hogy tetszett a videó, és hogy találkozunk legközelebb is. Legyen úgy. Sziasztok!